Szép jó napot mindenkinek, itt vagyunk Kakucsringán, 2011 első edzés, gyönyörű szép hóesés, reméljük téli gumival is készültek a srácok. Meginterjúoljuk a fiúkat, akik itt vannak, hogy készülnek a szezonra, mit várnak ők maguktól, mi mit várhatunk tőlük, nézzük meg őket. Nos, hölgyek, urak, ide is értünk az első pilotánkhoz, Szabó Szilárd, egy Mercedes típusú gépjármű, E500, nagyon szól, nagyon megy. Szervusz Szilárd! Jó napot kívánok! Mi a véleményed erről a gyönyörű márciusi időjárásról, így első körben? Szánkót otthon felejtettem sajnos, de valamit vélebb kölcsön kérünk, hogyha megmarad a hó. Egyőre csapatunk, bízunk benne, tesztelünk, remélem, hogy faszra lesz, sarolta lesz minden. Ennyi, ezért jöttünk, csapassunk, hadd szóljon a bicikli. Mi a véleményed erről az évről? Te hogy látod a pilóták, akik neveznek? Hogy érzed magad az autót? Minden rendben van vele? Ez a motorátépítés rendben van? Hogy hátrébb került a súlypont? Minden oké ezzel kapcsolatban? Velem kapcsolatban vannak kisebb gondok. Ez a teszt a róza, tehát ma teszteltük le az autót, reméltük, hogy nagyon fasza lesz. Az a gondunk vele, hogy egy V8 váltót építettünk bele, előtte dízel volt, és bíztam egy 45 lóerő emelkedést a váltót, és csak egy olyan 10-et érzek ennyien, úgyhogy nem vagyok nagyon boldog. Tehát bízunk benne, hogy motorcserével ezt megoldjuk, úgyhogy nagyon bízunk. Viszont visszatérve a versenyre, szerintem nagyon jó lesz idei verseny, tehát biztos vagyok benne, rengeteg új pilóta jön, rengeteg jó helyszín lesz, külföldön, King of Europe versenyre, mindenhova szeretnénk menni, az autó áll össze, szerintem sok versenyző lesz, gumi lesz, és ennyi. Jó, hát benne. Szabó Szilárdot hallottuk, köszönjük szépen, és sok sikert erre az évre. Na, hadd szóljon! Az időjárás percről percre javul, úgy néz ki, hogy a reggeli havazás után tényleg kisüt már végre a nap, és itt a Kakucsringen sikerült elkapnunk Lucky Boyt, aki egy E30-as BMW-t hajtott elég sokáig, a szexplatós BMW-t, tehát így hírhetté vált már az az autó. Most egy gyönyörű szép Nissan kocsival látunk itt téged támadni. Egy pár szóban, hogyha bemutatnád ezt az autót, hogy sikerült ez a mai debütálás, hogy át lett balosítva, erről egy pár szót mondanál nekünk, annyira olyan kedves. Hát is igazából az autóról szinte mindent tudtok, mert ismert magyar pilótáé volt, annyi változott, hogy jobb oldalról bal oldalra került a kormánymű, pedálszett, nagyobb módosítás nem esett az autón. Ez egy PS13-as karosszérű, RB26 Lupa turbos Skyline motor hajtja, 360 lóerő 0,7 báron, 1,15-ön pedig 420 papíron. Még nem mértük, ez majd még várat magára. Hát egyébként meg a kérdésedre a válasz, hogy ment az edzés vagy a debütálás. Szerintem aránylag jól sikerült, mert hajna 3-ra sikerült beindítanunk az autót. Nem oda kerültek mondjuk egy a kezelőszervek, ahová szerettem volna. Ezáltal úgy keresni kell mondjuk a váltót, kéziféket, kormányt, kicsit a cső is útban van, szóval még kell rajta finomítani, de szerintem összességében jól sikerült. Jó, hát nagyon szépen köszönjük, kívánjuk neked, hogy összeszokjatok minél hamarabb. Azt tudom, hogy te tudod, ez a kocsi is tudja elvileg, úgyhogy igazából csak az idő a kérdés, hogy ez mikor fog megvalósulni. Úgyhogy sok sikert kívánunk, köszönjük szépen! Köszönöm én is! Szervusz Bence, mit lehet róla tudni? Ez egy 190-es Mercedes, milyen motorral, milyen a technika? Egy 2-3-os benzines motor van benne, 12 szelepes, egyébként hát, mint látják át van alakítva, most heggesztett diffi van benne, 392-es. És te hány éves vagy egyébként? Mert nagyon fiatal vagy, azt látom, 14. 14 évesen, nem semmi azért. Le volt a Sanyika, esetleg lehet le lesz taszítva erről a trónról, amin ő már székel egy pár éve, hogy ő nagyon fiatalon, nagyon jól kezdett el menni. Mit szeretnél ebben az évben, mit vársz el esetleg magadtól? Mióta csinálod ezt egyébként, mióta ülsz ebben az autóban? Két éve. Előtte egy öreg lanszerrel mentem, az kerekes lanszerrel. Erre az évre igazából komolyabb driftversenyeken szeretnék indulni. Ez a célom. Jó, hát szerintem ez 14 évesen tökéletesen teljesíthető, az elvárás is teljesen rendben van. A sulit ne hanyagold el, mindenféleképpen tanuljál mellette, és sok sikert kívánunk neked is erre a szezonra. Ügyesen, erősen, kilincsel előre. Köszönöm szépen.
Nos, hölgyek, urak, fiúk, lányok, úgy néz ki, ezen a napon is túl vagyunk, komolyabb baleset, ütközés és egyéb kellemetlenség nélkül megúsztuk a napot. A kezdeti nehézségek után még a nap is kisütött, egész jó időnk is lett. Legközelebb Mária Pócson találkozunk, március 13-án, 14-én, 15-én licenszerző nap is lesz, és ezzel párhuzamban Tökölön is 15-én, szintén edzés, szintén licenszerző nap. Köszönjük szépen mindenkinek, aki itt volt, találkozunk Mária Pócson!